Első témánk az 5. kertvárosi garázsvásár, ami idén május 6-án lesz. Köszöntjük a stúdióban a szervezőket, Papp Istvánt és Gagna Csabát. Jó napot kívánok! Köszönjük, hogy elfogadták a meghívást. Garázs lehet vásárolni? Jó, csak de hát ez egy nagy jambori. Hanyadik is? Ötödiket mondtam? Ez már az 5. Mi indukálta az elsőt annak idején? Az elsőt annak idején a garázsokban felhalmozott már használaton kívüli tárgyak, sporteszközök, gyerekruhák indukálták. Szerettük volna, hogyha a kertvárosban élők meg tudják mutatni nagyobb plénum előtt is a számukra feleslegessé vált dolgokat, hát ha más még használhatóvá tudja tenni, illetve más még tudja használni. És azt gondoltuk, hogy ne csak kis körben, hanem próbáljuk meg egy nyilvános helyen ezt lehetővé tenni sok mindenki számára, és nagyon sok anyuka, illetve idősebb ember kapott az alkalmon, és nagy érdeklődésre tett szert már az első is, és úgy gondoltuk, hogy mivel sikeres volt, ezért hagyományossá tesszük, úgyhogy immáron az 5. fogjuk megszervezni május 6-án. Idén 60 értékesítő lesz, azért ez egy elég nagy szám, és azt is mutatja, hogy valóban sikeres az esemény. Mi ennek a sikernek a titka? Hogy lehetett ezt így felépíteni? Igazából a sikerének a titka az, hogy nem kifejezetten az ott élőknek nem kifejezetten arról szól, hogy értékesítenek valamit, hanem egy közösségi teret hoztunk létre, ahol találkoznak egymással régi iskolatársak, szomszédok, barátok, és igazából ez egy közösségi együttlét tulajdonképpen, bele van csomagolva egy garázsvásárnak a keretei közé, de igazából a sikeressége az, hogy jól esik az embereknek megállni és beszélgetni egymással az utcán. Megközben gondolom, különböző relikviák között is válogathatnak. Egyébként van erről valamilyen lista, hogy idén miket lehet megvásárolni, vagy ez előre így nem tudható? Hát még egy dologgal szeretném kiegészíteni, amit is mondott. Eljött az a pillanat, amikor arra is figyelnünk kell most már, hogy bizony ennek már múltja van ennek a garázsvásárnak, ugye a 5. Reményénk szerint ez még sokáig fog tartani, és igen, most már azért ezeket a dolgokat is figyelemben kell lesz vennünk. Kinőtte magát? Gondoltátok volna az elején? Nem ezzel a célral indultunk, illetve nem gondoltuk, hogy ekkora sikere lesz. Igazából egy jó elfoglaltságnak tűnt, hogy hétvégén hozzuk össze az anyukákat, gyerekeket és csináljunk egy ilyen közösségi együttlétet. Most már maga az értékesítés is nagyon sok mindenkinek fontos prioritássá vált. Ugye tavaszi-őszi rendszerben szervezzük meg a dolgot, pontosan a turnusváltás, illetve az időjárás változásával kapcsolatban. Általában anyukák jönnek egyébként, tehát kérdezted az imént, hogy mi az, amire lehet számítani. Valahogy a férfiak nehezebben nyitnak ez irányba, inkább nők, asszonyok, nagymamák azok, akik az unokáknak és a gyerekeiknek kihozzák a ruháit. Egy-két olyan garázsvásár szerető szokott megjelenni, aki valóban régiségeket és idősebb használt dolgokat hoz ki. Tehát túlnyomó részt a babaruha bőrze egyébként az, ami a fő csapás irány a nők, anyukák és nagymamák tekintetében. Az előbb elhangzott az, hogy nagyon sok igényt kell most már akkor kielégíteni. Ez egyébként mennyire sikeres? Hogy lehet ezt kivitelezni? Hát munkával, odafigyeléssel. De akkor végül is megvan mindenkinek az akarata. Persze. Tehát azért azt távol álljon bárkitől is, hogy ez nekünk probléma, vagy ott esetleg ilyen. Ez, tudni kell erről a rendezvényről, hogy nagyon-nagyon családias. Tehát az ugye, hogy kertvárosi, az nem véletlenül. Tudjátok is, már múltkor is elmondtuk, és a hírat mélyből is megjelent, hogy csak kertvárosak értékesíthetnek, viszont a város egész töltéről, tehát a megyéből, országból bárkit várunk vásárolni, nagyon szívesen. A Bamamaru bőrze az ugye hasít, nagyon egyszerű, mi gyermekeink kinőnek valamit, de ők nőnek, akkor azt eladjuk, ami kicsi, annak, aki mégnek pont abban a korban van a gyermeke, majd én visszavásárolom a nagyobb gyermekemnek, hogyha látok olyan dolgot. Ami pedig még fontos a fiúk részéről, hogy ez a garázsból sok minden előkerül. Tehát ott a porralótótól kezdve a kerékdísztárcsáig, a régi Boniem lemezen is és a kardokon, tehát olyan kardokon természetesen, ami már nincs jelen, egy régi relikviákon kívül minden megtalálható. És bizony, ez egy nagyon-nagyon családos hangulatú rendezvény.
Én nem emlékszem az előző névből, hogy bárki keserű szájízzel ment volna haza. Mindenkinek nagyon mosolygós rá a szája, és nagyon, nagyon jó kedvűek vagyunk, és mindig azt mondjuk mindegyik végén, hogy na ez megérte. Nagyon jól sikerült, megérte. De mielőtt azért az elköszönő mondat következné, bár most már ott tartunk, ugye jól láttam, a város üzemeltető céggel is van már egy hivatalos együttműködés, hogy azt le tudjátok. Olyannyira hivatalos, hogy rendelkezésünkre bocsátják az asztalokat, amire ugye regisztrálnak az értékesítőink. A regisztrációra azért van fontos, hogy ne legyen az, ami a piacon időnként előfordul a helyek kiosztásánál, hogy szeretne mindenki ugyanarra az asztalra pakolni. Itt a regisztrációs számok birtokában ugye szét szoktuk osztani, és megmondjuk mi a helyeket, hogy hova menjenek. Az előzetes regisztráció igazából ezért van szükség, hogy ne legyünk túl sokan is, és elegánsan tudjuk megcsinálni a rendezvényt, ne pedig valóban egy ilyen piac jellege legyen a dolognak. Pontos időpont és helyszín? Május 6-a, szombat, 9 órától 12:30-ig tart a rendezvény, a Fészek utcai kópáruház előtti parkolóban. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak velünk és megosztották a részleteket. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük szépen, köszönjük.